jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek, ez itt a Game Archívum. Baszki, ezt nem hiszem el. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Gyerekek, nem hiszem el. Az Epic Games a launcherjével együtt, meg az, hogy 5 perc, meg 10 perc kell ahhoz, hogy betöltsön egy játékot, holott az a Jedi Fallen Order max. 1 perc alatt csinálta meg, bekaphatják a Brenneremet, komolyan. A lényeg annyi volt, hogy a letöltött verzióban megkrekkelted, akkor kb. Még 5 percet kell várni, még elindul, és én azt hittem, hogy valami hülyeség történt, hogy valamiért nem akarja elindítani, természetesen, hogy beindított, és nem instant indul, hanem meg kell várni, valami háttér munkát szolgál közben, meg nem csinál semmit, és ehelyett neki 10 perc kell, hogy betöltsön, mire a multiplayer szegmenst is be kell tölteni, holott én meg csak a nyamvat sztorival akartam foglalkozni. Meg ráadásul nem is akartam végigvinni ezt a fost. Már most már ezek után már én már csak fosnak tudom keresztelni ezt a játékot. Még nem látjátok, hogy miről lenne szó? A címet nem láttátok? A szintrót nem láttátok? Hogy konkrétan a 2017-es Battle Fox 2-ről van szó? Annak a Storyverse kampányáról és plusz DLC-jéről, a plusz DLC kiegészítőjéről? Hogy konkrétan mi történt ott az elmúlt 17 év alatt a Jedi visszatér és az ébredő erő között? Hát akkor itt van. Csak ezzel a kettővel szeretnék foglalkozni, és először még nem is akartam végigvinni, mert a Star Wars Marathon projekten belül én csak a Jedi Fallen Order-rel akartam foglalkozni, és előtte végigtoltam olyan játékokat, amiket kiskoromban agyba főbe toltam, sikerült, és a Jedi Fallen Order-rel akartam lezárni az egészet. De közben meg volt, hogy mondja, ha Battle Force-sal kéne, vagy nem azzal kéne, nem is akartam, de akkor mondtam, hogy na, akkor majd végigtolom a tökönbe most már. Úgyhogy ez végig lesz tolva. Igaz, egy hónapon belül jön majd a május 4-e ugye a Star Wars világnapja, de az is lehet, hogy akkor pont májusban nagyon sok dolgom lesz, és akkor nem leszek annyira aktív itt a csatornán, úgyhogy inkább most véghez viszem az egészet. Na! Nem akarok sok mindent mondani, mert egyszer már meséltem róla, hogy mi a helyzet a játékkal, hogy én inkább az eredeti játékokat preferálom. Igaz, a 2015-ös az inkább a multi miatt volt izgalmas, de sajnos még single kampány sem volt benne, emiatt nem volt jó. Aztán hogy jött a folytatás, hogy kapott már story kampányt, ugyanúgy, mint a Titanfall 2, de ott is mindig a legerősebb része volt a multiplayer, és természetesen a lootboxokkal volt elcsapva az egész, hogy először fizetéssé tették, utána már nem tették fizetőssé, és végül nem volt nemrég egy Celebration Edition, aminek keretein belül egy darabig ingyenesen lehetett tölteni az eddigi összes tartalommal. De ez engem nem érdekel. Ha valaki azt akarja csinálni, hogy olyanokat néz a neten, akik főleg karaktergrindolást akarnak végignézni, és ilyen mémes poénokkal tűzdelve, akkor azokat nézze, én nem. Én csak a sztorival fogok foglalkozni, aztán hagyjatok békén. Egy darabig nem akarok álmondni Star Wars-ról. És akkor Skywalker szaga, vagy egy egyéb jó Star Wars játék, de mindegy. Na, hát akkor kezdjük el a fő kampányt. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy itt van egy arcade rész, ami ugye offline és AI, tehát az instant akciók ugye a klasszikus játékból, illetve itt van a multiplayer szegmens, amit ugye mindenki tol, még a COD mellett is. De nekünk a fő lényeg ez. Harcoljunk az a birodalmiak oldalán Aydin Verzo az Inferno csapat parancsnokaként. Ugye azt kell tudni, hogy pont a második, tehát a Jedi visszatér, a játék elején úgy kezdődik, hogy a Jedi visszatér utolsó fináliában vagyunk, amikor felrobbantják a halálcsillagot, és most a rossz oldaláról nézve látjuk az egészet. És milyen jó lenne, hogy azzal van megspékelve az a fő történetszál, hogy most a rosszak oldalán milyen az, hogy próbálunk újra, hogy próbáljuk végig szenvedni a birodalom bukását, és hogy próbálunk egy új birodalmat létrehozni. Tehát, hogy milyen lenne most a rosszak oldalán játszani, ugyanez, mint a Force Unleashed-nél. És akkor itt van a fő sztori, és akkor itt van a DLC, a Resurrection. Ugye van a fő sztori,
Igen, és itt van a Resurrection, csak akkor tudjuk játszani, hogyha végigvittük a fő sztorit, és utána tudunk a Resurrection-nel játszani. Na. Kezdjük el, és akkor ez a automata mentés, és akkor most kezdjük el. És akkor választhatunk nehézségi szinteket, van az Explorer, az a könnyű, a sztorira fókuszál, a jelenetekre, és nehézség nélküli harcokat fogunk látni, akkor van a katona. Játsszuk végig Aiden sztoriát. Szépen tuningolt harccal, ami kicsit kihívó, de fair. És végül van a Special Forces, a nehéz fokozat. Nagyon sok könyörtelen ellenfél, és a túlélésért kell harcolni az egy autentikus Star Wars sztoriban, úgyhogy pacifista módban, és ezt bármikor át tudjuk váltani. Oké. Ez remélem csak ez egyszer csinálja végig. Jó, ezt. Oké. Meg volt a sárga felirat, meg a izé, de ezt ki kellett vágnom, mert az jogvédett, meg a zene plusz mellette. Invincible Fate. Captain, she's highly trained. Aha, szóval a lázadók elkaptak minket. Extraction. She's special forces. Spec Ops-osok vagyunk. És ott vagyunk. Aiden Versio. Versio. Inferno Squad. So, jól látom, hogy halhatatlan remény ez a neve Commander a fregatnak a neve. Halhatatlan hit, inkább a faith. So let's talk facts. That's what I'm here for. You have the activation code. I've got the ability to help you out. Just give me the code. Aktivál a kódok miatt faggatnak ki minket? You know we can really use some. Just help me and I'll help you. It's that easy. I'm gonna get what I want eventually. Nem fogok hazudni, a motion capture jó, működik. Igen, tökéletes. 2017-ben. Take on my offer. All I want is the code. Ja, van nekünk is egy droidunk, és elvileg azt majdnem the Empire's time has come. Ketté szedték. You don't have to go down with it. You're right. The Empire's time has come. De nagyot tévedsz, amikor észreveszed, hogy felrobban a halálcsillag, a második. VZ 626-os. VZ 626. Ó, ez a droidnak a kódneve. Szóval VZ. Ez vagyunk mi. A kis, ID kis droidja. Don't have the droid's access code. Might I suggest finding the access code? The captain's working on that in the detention center. Nem tudok semmit csinálni. Ezt végig kell néznem. Sok available. Hogy lehet aktiválni? X-e. Jó, és akkor most a kis droiddal ki kell menekülnünk. Jó, meg kell keresnünk ID-t. Egy picit veszek le a... a kamera rángatásból. Megjegyezte? Megjegyezte. Aha, egy fokkal jobb. Az a protokolldroidnak be nem áll a szája. Like you,
touch that. Aha, ezek izé biztonsági kamerák. Aha, ott négyen itt dumálgatnak. Na, itt vagy. Jó van. Megtaláltam. Ja, és ezzel fel is töltöttük az elektromos képességünket. Meg ebbe van valami. El kell érnünk a cellát. Jó? Aha. Vannak ilyen gyűjtető dolgok, és akkor a mérföldkövek. Ugye ezekkel lehet izé aktiválni csomó dolgokat, és a multiban a karaktereknek. Folyamatosan a karakterekkel grindolsz különböző dolgokat, mint ahogy a fegyverskineket a Call of Duty-ban, akkor ilyen mérföldköveket lehet elérni, és akkor ezekkel egy csomó dolgot fel lehet oldani. Ez csak akkor érvényes, hogyha már feláldoztál egy csomó tárhelyet a Celebration Edition-ből. Vagy a annak. És még mindig ott vagyok, hogy nem tudok kijutni. Na, mondjuk ezt iktassuk ki, ezt a barmot. Legalább addig sem mozgatja, járatja a száját. Várjunk csak. Ó, megvan! Oké. Ó, vigyázni! Nem tudok sprintelni egyébként. Stealth. Aha, ez a kis fehér detection méter az Ubisoftosoktól. Ez folyamatosan növekszik, és amikor pirosra váltál, akkor észrevettek, és elkezdenek támadni. Aha. Jesus. Oh my god! Jó mondod, kell egy másik út. Egy kicsit... Picit be lehet gyorsítani egyébként. Csak ne forduljon meg, oké? Ez miért nem nyílik ki? Nincs valami gomb, vagy valami cucc, amivel föl lehet tölteni magunkat? Mert ez egy gáz, hogy ez automatikusan nem töltődik vissza. És nekem az ajtó nem nyílik ki. Jaj! Már egy kicsit körbe kell néznem. Ez nem fog megfordulni, nyugi. Oké. Okay. Jó, ott fönt. Aha. Várjál, így, mert akkor senki nem vesz észre. Jó, oké. Okay. Oh, vigyázz! Sor. Aha. Most kint vagyunk a kikötőnél. A dokkolónál. Hármasra tudunk szkennelni. És akkor így be tudjuk mérni, hogy ki hova néz. Deaktiváljuk a lokkolást. Nagyon gyorsan akar visszatölteni ez a mocsok.
Oda be! Okay. Szóval oda be tudnék jutni. Majdnem, Csórika majdnem észrevett. Te! Rohadjál meg. Lehet, hogy most nem kellett volna. Mindegy, meg tudom oldani. Bocsánat, csak korrigáltam egy-két dolgot. Az a baj, hogy amikor így csatornában vagyok, akkor nem tudok sprintelni, vagy gyorsabban haladni. Ja, itt vagyok. Na, hát akkor ennyi volt. Jó, és most már csatlakoztunk Aidenhez, és most már fegyvert kell keresnünk és kijutni. Let's go. És akkor az van, hogy ugye az FPS meg a TPS változatok ugye itt működnek, mivel ez egy TPS-FPS hibrid. Csak Aidennél működik a TPS mód, a hősöknél viszont... Középső görgővel tudunk izét takedown-t alkalmazni. Ennyi. És volt már a fegyver és nem vesszük át. Hát milyenek vagyunk mi? Az egy dolog, hogy ninjak vagyunk, de hát bakker. Aha, a takedown-okkal lehet meg a killekkel sokkolást azt növelni, a szuper képességünket. És akkor ez mondjuk ez jó. De csak akkor tudjuk alkalmazni, hogy tele van a csík. Ne fordulj meg, ne fordulj meg, ne fordulj meg, ne fordulj meg. Úgy van, csicsikáljál. Ja, mi jó vagyunk Viperával, hát hol, bocs. Ó, izét hallgatják, Ádbár admirálist. Szalasztról nem tudnak semmit. Na! Most vegyük magunkhoz a fegyót, ez az. Na, és akkor... Ja, hosszan nyomva tudunk váltani FPS-ből TPS-be. Hát, megmondom őszintén, így jobb vagyok. Csak az a baj, hogy egy kicsit olyan... Hogy mondjam... Nem tetszik nekem az, hogy... Így mozgunk, és ezért inkább preferálom a TPS-t. És igen, hogy mondjam, kifogyhatatlan lőszerünk van, igen, sugárfegyverekről van szó, de föl tudnak hevülni, és ezt a csík jelzi. Egyébként így néz ki FPS-ben, hogyha így toljuk. Ha, minek a scope, hogyha nem is használod? Hol volt? Ott. Ez így néz ki. És amikor túlhevül, akkor van egy rész, ahol egy ilyen mini, ilyen újratöltési mini játékot lehet játszani áll a Gears of War-ban, és akkor a sárgával, hogy az föltöltődik sárgával, és akkor egy megállás nélkül bónusz sebzéssel és sebességgel tudsz lőni. És van a társunk Hask, a csapat tagja, másik tagja. Tudom, hogy könnyű fokozaton játszok, de akkor is bevédem magamat. Akár tetszik, akár nem. Aha, ide kellett jönni. Rebel a lázadó közelben. Ha?
Pedig nagyjából mindenki tudja, hogy ők maguk kapták el ezt a birodalmit. Akkor miért pánikolnak úgy, hogy BIRODALMI A HAJOM! Ja, ez volt a kód. Ja, ilyen aratási projekt. Aha, megtudták, hogy meglóptunk. It's time. Ó, másik fegyó. Úgy van. Na és akkor... Aha, ha simán lenyomod a tabot, akkor egyik váról a másikra tudsz váltani. Viszont ha hosszan lenyomod, akkor át lehet váltani izére, FPS-be. És így lehet újra tölteni, tehát bármikor újra lehet tölteni. Az igen. Hát ez nem lacafacázik. És a... Elvileg az egyessel lehetne váltani fegyvert. De azt mondta, hogy weapon rack, ami azt jelenti, hogy azzal lehet fegyvert váltani, nem? Már nem láttam, hogy mit csinált. Hol van a key bindings? Itt van. Itt van, switch to primary. Mindegy. Mi volt ez? Arra... Jaj... Egy lövéssel le tudjuk zárni a paneleket. Tök jó! Hoppá! De így se találtak el! Hát igen, szerintem gyakoroltak a birodalmiaktól, hogy nem tudnak eltalálni. De hogy most... Én vagyok az az egyetlen egy birodalmi, aki most... Nem tévesztett célt. Hopp! Ez neki most egy kicsit sokáig tart. Ó, az egy heavy volt. Bocsi.
Oh, és itt a mentőkabin. Ja. Jobb kézzel kell tisztelegni. Zsupsz! Ez jó. Ezt meg kell hagyni, ez mondjuk jó. Ez bedesz húzás. Semmi izzadság, nem áll. Hát azért mennyit izéltem, sérültem meg, hát baszki. Izéltem, sprinteltem, mint a rohadt élet. És akkor itt van Haska társunk. És hát hárman vagyunk. A csapat három részből áll, ugye. Aydin, Husk, nem a vörös hajú. Hux, hanem, és itt van Miko. Contact the admiral. Yes, commander. No. And the message? Az üzenet? The fleet's location is still safe. Today, the rebellion dies. Csak azt hiszed? Azt hiszik, hogy még van remény náluk. És innentől veszi kezdetét a játék maga. Ez volt a prológus. Pár időszakkal később, már az ostrom alatt, ugye most az Endoron vagyunk, megy a háború. Ja, Akbar szólt a többieknek, hogy tüzet koncentráltak a szupercsillagrombolóra. Úgy van. És itt az egyik főgenya a játékban, Garrick. Ja, Piet kapitány! Az egyik híres szereplő, aki a Darth Vadernek szokott mindig segíteni. És akkor itt van az Inferno csapat, akik így utólag belettek küldve az Endorra, hogy tisztogassanak. És közben Hannék már végig csináltak meg mindent. És már felrobbantották ugye a pajzsgenerátort. És vissza a Corvusra kell mennünk. Tehát tisztogatni is vissza a Corvusra. Hask velem jön, Miko meg innen fedez. Na, hát akkor toljuk. És akkor vannak másik... Vannak loadoutunk, amit tudunk meg tudunk nézni, hogy most jelen esetben milyen képességekkel rendelkezünk. Ugye van 4 aktiválható képesség, ezeket tudjuk alkalmazni, és akkor van egy ilyen, hogy impact gránát. Annyira jó, hogy ki van fakítva a felirat, és rohadtul nem látom a táj miatt. Beállok izé árnyékba. Na, így jó. Szóval, Q-val impact gránátot tudunk dobni, ami érintésre azonnal robban, ezt tudjuk. Az a hármas, ugye a droidunkkal szkennelni tudjuk a területet, és látjuk, hogy ki merre hány méter. Aztán van az F, a pulzágyú, ami egy DLT 20-as át veszünk elő a zsebünkből, és azzal tudunk írtani. Egy nagyon erős, hosszú távú, maximális, a DLT 20-as, szerintem az a dupla dobtáras gépfegyver. Gépágyú, szerintem az, illetve a X, a sokkolás, a szokásos, a droida való sokkolás. Oké.